Milyen vér? Hát apukám részéről szerb, anyukám részéről magyar. Ő pedig már Nikolić Nemanja, a Videoton válogatott csatára. A 26 éves gólkirály Szerbiában Zentán látta meg a napvilágot. Nikó édesanyja magyar, édesapja szerb, ezért sokáig kérdéses volt, hogy melyik válogatott mezét húzza magára. Miért pont a magyar válogatottat választottad? Te lehetél volna szerb válogatott is. Lehettem, igen. A magyar válogatott meghívásra vártam mindig is. Sok kérdést kaptam, hogy szerb vagy magyar, amikor még nem debütáltam a magyar válogatottba. Ez a felvétel néhány napja készült a magyar válogatott edzőtáborában. Íme az egyik parádés gólja, amit a Vasas ellen rúgott az edzőmeccsen. Inkább érzed magad magyarnak, mint szerbnek? Így van. Nagyon sokat kaptam ettől az országtól, nagyon sokat kaptam a focitól, és nap mint nap próbálok visszaadni attól. Én úgy gondolom, hogy sikerült is, és a legboldogabb nap a világon az volt, amikor megkaptam a meghívót, és amikor debütáltam a Hollandia ellen. Ez a szekrényem, szóval itt szoktam ülni. Ez már az öltöző, éppen edzés után vagyunk. Itt vallja be nekünk, hogy Messi és Partizán Belgrád szurkoló, valamint azt is, hogy Babonás, a meccsek és az edzések után minden cipőjének pontosan meghatározott helyen kell lennie. Az éles cipő, az mindig jobb oldalon van. Bár Nikó felesége magyar, két gyermekének szerb neve van. A lánya 2,5 éves és Tianának hívják, a fia pedig 17 napos, ő Markó. Ahogy mondja, a két nép közel él egymáshoz, ám temperamentumban ég és föld a különbség közöttük. A szerbek kitartóak és akaratosak, a magyarok nyugodtak és megfontoltak. A szerb játékosok picit feszültebbek, és úgy mennek ki a pályára, hogy úgy gondolom, hogy ha két barát egymás között, ha másik térfelen vannak, nem ismernek egymást, és ütnek, vágnak egymást, de az csak addig tart, ameddig meccs van, utána már minden oké és szép.